3 évtizedes jubileumát ünnepli a Nemzetközi Mézvásár és Méhész Találkozó Jászberényben. Erről a héten szerdán tartottak egy programismertető sajtótájékoztatót. Több ezer embert várnak, és 5 országból érkeznek hozzánk kiállítók. Kedves mancslengetéssel invitálta a média munkatársait a 30. Nemzetközi Mézvásár és Méhész Találkozó óriás kabalája, a szintén mézrajongó Maci, a programokat bemutató sajtótájékoztatóra, mely a polgármesteri hivatal egyes tárgyalójában zajlott egy idéglenes mézes enteriőrben. Nemzetközi produkciója a városnak, ami méltán tartozik mondjuk az első 2 közé, én a magam részéről a Csángó Fesztivállal mérem egy kategóriába. Évek óta a Közép-Kelet-Európa legnagyobb mézvásárának és szakmai találkozójának tartják a Jászberényit, mely a 3 évtized alatt folyamatosan számíthatott az önkormányzat támogatására, illetve a város és a megye elismerésére, mely ebben az esztendőben igazán nívós kitüntetésben ölt testet. A Jász-Nagykun megyéért díjra az Egyesületet felterjesztette, és a megyei közgyűlés aztán is fogadta. Molnár György, a Szatmári László Jászsági Méhész Egyesület elnöke köszönetet mondott a polgármesternek a mindenkori támogatásért, mely segíti szervezői munkájukat. Azt szerettük volna, hogy a család minden tagja jól érezze magát itt ezen a rendezvényen, és egyfajta marketing tevékenység is ez. A méhész társadalom elég komoly mézterméssel rendelkezik évről évre, és ennek nagy része külföldön, idegen országokban értékesül, szeretnénk, hogyha ez belföldön fogyna el minél nagyobb mennyiségben. Ez a kettősség alapozta meg a jubileumi rendezvény megszervezését is. Így sikerült egy igazán jól kiegyensúlyozott egynapos programban a szakmának, a családi és gyermekszórakoztatásnak és a megfelelő mézmarketing mellett a hagyományos ceremonialitásoknak is megfelelni. Augusztus 5-én, szombaton, a méz családok életének bemutatása és a méz királynő választás mellett fontos momentum lesz a jászsági mézlovagrend megalakulása, akiknek feladata szintén a marketing erősítése lesz, népszerűsíteni, ismereteket átadni a jó minőségű magyar aranyló nedűről, melyből még mindig túl sok az export a hazai fogyasztáshoz képest. Első szempont az elegancia volt, ezért egy ilyen találszerű fazont választottam, és emellett szerettem volna, hogyha kiemelkedik a természet szeretet, ez a zöld szín szimbolizálja, a mézet pedig ez a méz színű sárga kiegészítő része az öltözetnek. A lovagrendi felöltő még a zsinóros sújtásokkal a magyarságot, még a hátán elhelyezett egyértelmű szimbólumokkal jászsági mivoltát hangsúlyozza. Kiegészítő a bocskai csákó és a lovagrendi medál. A rendavatásánál pedig első alkalommal kerül a nagy közönség elé a gyönyörűen hímzett lovagrendi zászló. Mögötte a hitelesség van. A kiadott fesztivál újságban látható, hogy a Bercsényi úton, annak udvarán, illetve tornacsarnokában találjuk meg azt a több mint 200 vállalkozást, kiállítót, akik örömmel érkeznek ide a környező országokból is. Miközben a méztermékek egészségügyi apiterápiás felhasználásáról is szó esik majd a szakmai fórumon az ifjúsági házban. Egész nap sztárfellépők és gyermekprogramok váltogatják egymást a délutáni királynő választásig és Freddy esti nagy koncertjéig. Fontos megjegyezni, hogy a rendezvény hamarosan egy újabb szintre léphet, amikor a régen dédelgetett helyszínváltás megvalósulna az Aranysas közelében épülő Jászplasztik csarnokban. A városi parkolási gondok a kevés szállóhely miatt sok látogatót veszít a rendezvény, amit megoldhatna a több éve tervezett 2 napra bővítés és a költöztetés, illetve a város törekvése, hogy szálláshelyek létesítésére befektetőket keressenek. Ebben az új koncepcióban komoly lépcsőfokot ugorhat meg a jászberényi mézvásár és méhész találkozó, mely onnantól nem csak európai, hanem mézes világrendezvények méltó helyszíne is lehetne. Édes élet, édes nyár, augusztusban mézvásár. 30. alkalommal rendezzük meg Jászberényben Magyarország legnagyobb méhészeti rendezvényét. Közel 200 kiállítóval, szakmai és apiterápiás előadásokkal, méh család bemutatóval várjuk az érdeklődőket. Érkezik Kovács Kati és Feke Pál. Megválasztjuk Magyarország méz királynőjét, és megalakul a jászsági méz lovagrend. Este Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy, a Dal 2016 győztesének élő koncertje zárja a napot, melyre már kaphatóak elővételek.
kivételes jegyek a www.jászberényiprogramok.hu honlapon. Várunk minden édes szájú vendéget augusztus 5-én Jászberényben, a Bercsényi úti sportcsarnokba.